Sziasztok, sziasztok, Rem Gábor Lázs, és tech videót nézitek, ahol régóta nem láttatok új videót, mert kicsit az iskolával, vagyis egyetemmel vagyok elfoglalva, de nem baj, mert kaptunk új mobiltelefonokat, a következő napokban fogtok LG-től, Sony-tól is látni videókat, de egyelőre kezdjük az Honor 20 és Honor 20 Pro-val, amik bemutatták még júniusban nekünk Londonban, de nem volt biztos, hogy a piacra fog kerülni az amerikai problémák miatt, amikről hallottatok itt a csatornán is, de megoldódtak a Huawei-nál, erről majd egy külön videót láthattok, hogy mi változik a cégben, és hogy tudták mégis elérni azt, hogy az első fél évben annyi pénzt kerestik még eddig soha. Tehát az Honor 20 és az Honor 20 Pro megjelent, a piacon is kapható, mert például az Honor 20 egy kék és fekete színben választható, és az Honor 20 Pro meg egy zöld és egy lilában, de ezeket a színeket mindjárt bemutatom nektek, mert Londonban persze, ahogy említettem, megnézhettük őket, csak még nem volt biztos, hogy mikor és mennyiért lesz majd piacon. 50 ezer forintba kerül az Honor 20 és 180 ezerbe az Honor 20 Pro. A különbségeket mindjárt elmondom, hogyha elkezdjük kicsomagolni őket, és röviden megmutatom is persze, hogy milyenek a kamerák, mert itt van a fő különbség szerintem, és az is a kérdés, hogy érdemes ennyi pénzt költeni, és hogy viszonyul egy Huawei 30... hogy viszonyul egy Huawei P30 Pro-hoz, mert alapból a Honor 20 Pro egy P30 Pro konkurencia, csak majdnem fél áron ugyanattól a cégtől, és ugyanolyan technológiával benne, hogyha a processzort nézzük, de erről majd mindjárt többet, hogyha elkezdjük kicsomagolni most ezeket a szép telefonokat. Na és akkor már itt is van a kettő telefon, ahogy látjátok, 20 Pro és 20, elul a neveket, meg a technikai adatokat itt, hogyha megnézzük, akkor látjátok, hogy 256 és 128 giga egyszer, ez a fő különbség, csak ilyen méretben lehet ezeket kapni, és a RAM is, tehát nem a tárhely, hanem ami kisegíti a processzort, hogy gyorsabban tudjunk játszani, és egyetén dolgokat, az itt 6 GB, itt meg 8 GB. Zöld és Midnight Blacknek hívják, nem tudom miért hívják feketének a kéket, de ezt valamit feketének hívják, ebből a fekete verziója az egy ilyen lilás, azt láthattátok a videóban, amit röviden Londonban csináltam, és hát külön oldalról csak Honor van ráírva, úgyhogy meg hátulról fehér, mint mindig, úgyhogy nyissuk is ki. Ez mind a kettő amúgy sajtó szempel, ami azt jelenti, hogy nem tudja, hogy pont ugyanezt fogjátok ti is látni majd az országotokban a dobozban benne. Például látjátok, itt egy fóliában van, itt nekem nem volt, de amúgy nem fontos, mert van még egy üveg fólia, nem üveg, az a vastag üveg, mindegyik készléken rajta, hanem egy fólia, amit le lehet húzni, és akkor még itt van a képernyőn egy kis védelem karcolások ellen, de más a tapintás, így az üvegnek nem csúszik annyira. Tehát ezt kicsit arrébb rakom, ígyni, és akkor lássuk egyszerűen először a 20-ast, hogyha kivesszük, akkor látjuk majd, hogy mind a kettőnek ugyanaz a mérete. Itt is látjátok, hogy van rajta egy védőfólia, amin már van egy, hát nem karc volt, hanem egy kis szőrszál, de az a lényeg, hogy alapból, hogyha mind a kettőt kiemeljük a dobozából, így. Ugyanaz a 6,26 incses kijelző találjuk, ugyanaz az első 32 megapixeles kamera, ami bele van építve a képernyőbe, és hogyha indítjuk, látjuk, hogy egyik se volt még wifi-n, úgyhogy azért van különböző óra, most rajta, de oldalról is ugyanúgy az új lenyomató alsó oldalt van, hangerőszabályzó, a tetején az infravörös, amivel tudjuk majd a klímát, tévét, hasonlót vezérelni, még be van építve, van egy mikrofonunk, alul is van persze mikrofon, mikro USB helyett most már USB-C csatlakozónk van, tehát bármelyik irányba be tudjuk csatlakoztatni itt a készléket, mint az Honor 8 óta már, ami persze nagyon szeretünk, és oldalt majd a SIM-kártyát lehet belerakni, ezt mindjárt bemutatom, és látjátok a szép, hát én inkább ezt mondanám kéknek, mint ezt a készléket kéknek, ez nekem inkább egy zöldes, ez meg egy, hát egy sötét kék. Kicsit oldalra rakom, és nézzük meg, hogy mi van még a dobozban, itt látjátok a fólia, amit leszettem elő meg hátulról, mint mindig kettő SIM-kártyát tudunk belerakni, nanoszimet és a második SIM-kártya helyett nem lehet microSD-t belerakni, úgy látom, de ezt mindjárt megnézzük. Itt a sima készléknél, a nem Pro-nál kaptunk még egy műanyag tokot hozzá, ez országtól függően változik, mert tehát nem tudom garantálni, hogy Magyarországon például a Pro készléknél, látjátok, nincs benne tok, de nekem még leírás sincs, de lehet, hogy a ti Pro készlétekhez lesz majd ugyanígy egy tok. Alapból én azt mondom, hogy vegyétek meg 1000 forintért, és hogyha van benne, akkor adjátok vissza, ne csomagoljátok ki előre, és általában visszaveszik a boltban, ebből nem lesz baj, vagy vegyetek alapból egyszerűen egy stabilabb tokot, mert ezek nem védenek sokat, hogyha egy asztalról leesik, lehet még úgyis betörik a képernyő, de alapból nem persze baj, hogyha adnak hozzá. Különben látjátok, úgy tűnik, hogy ugyanolyan töltő van benne, nézzük meg, Huawei Supercharge és Huawei Supercharge.
Tehát ez ugyanolyannak tűnik, és igen, ugyanazok a számok vannak rajta, minden ugyanaz. Tehát ezzel mindig fél óra alatt több mint félig fel tudjátok tölteni a telefonotokat, ez mindig eléggé jó volt, és a végeit sima USB, nem USB-C, mint ahogy azt például a Pixel telefonoknál ezt szokták hozzáadni. Ugyanolyan USB-C kábelt kapunk hozzá, egyik vége sima USB, másik USB-C. És kis adapter is jár hozzá, mind a kettőhöz, hogy akartok felgatót használni, akkor adnak hozzá felgatott csatlakozót is. Én olvastam még olyanról is, hogy adnak hozzá pálykészléknél, nem tudom, hogy csak a Pro-nál, vagy a Simánál is, USB-C, micro USB adaptert, mert ezt a P30 Pro-nál is adtak hozzá, meg a Mate telefonoknál is sokszor adtak hozzá, és szerintem ennél is hozzá jár, alapból úgy olvastam online, ez valamit itt nekem hiányzott. Na, lássuk azt, hogy a SIM kártya az tényleg milyen mind a kettőnél. Tényleg nem lehet bővíteni, de alapból szerintem nem is kell bővíteni, mert minek kéne bővíteni, hogyha olyan sok a tárhelyünk. Ezt itt kivesszük, és nézzük meg először a sima Honor 20-at. Hát ez csak kettő SIM, a microSD kicsit szélesebb lenne, azért tudom ezt alapból most megmondani, és szerintem akkor ugyanígy lesz majd a Honor 20 Pro-nál. Amúgy nagy különbség még, amit sokan elfelejtenek említeni, és én is majdnem elfelejtettem volna most, az, hogy például a Huawei készlékek most már vízhatlanak, tehát hogyha esik az eső, vagy zuhany alatt használjátok, vagy akár egy édes vízű tóba, mint itt a Balatonba viszitek, akkor lehet ott is vele fotót csinálni, egy videót, de itt se az Honor 20, meg se az Honor 20. Na és akkor itt egy kicsi vágás történt, mert 5 perc után feladják a telefonjaim a 4K 60fps felvételt, ahogy látjátok most a OnePlus 7-re veszem fel, tehát a kamerákat nézzük, meglátjátok a SIM-kártyák, minden oké, ez nem vízhatlan, azt még nem láttátok, vagy hallottátok, mert nem volt gumifoglalat a SIM-kártya körül, tehát van 48, 16, 2 és 2 megapixelünk, itt meg 48, 16, 8 és 2 megapixelünk. Na most miért, mi a különbség itt a 8 és itt a 2 között, mert ez a 2 az teljesen ugyanaz. Itt a 2 megapixel azért van, hogy legyen makrokameránk, tehát hogy valamit nagyon közelről fogunk felvenni, például 1-2 centiről, akkor itt a OnePlus, látjátok, még nagyon szépen tudja itt fokuszálni, jó szépen látszik, és pont erre jó itt a 2 megapixel, és az Honor 20 Pro-nál inkább azt mondták, hogy hát legyen az 5-szörös zoom benne, mint az a P30 Pro-nál van benne, és az ez a kamera. És a makrót beléptették itt ebbe, ami 2 megapixel úgyis mind a kettőnél, csak itt kicsit profibit látjátok, nagyobb a helye, és itt tényleg csak a mélységélességre használják fel. De amúgy elő mind a kettőnek 32 megapixeles első kamerája van, és ezeket persze össze fogom hasonlítani, ezt a kettőt plusz a P30 Pro-t egymással majd egy külön videóban. Na, nézzük meg röviden, hogyha mind a kettőt beindítom, hogy néz ki. Feloldom, hogy látjátok, alapból ugyanolyan, mert mind a kettőben egy Kirin 980 processzor van benne, tehát játék ilyeneket, hogyha majd tesztet csinálok róla, akkor ugyanúgy fog futni rajta, minden ugyanolyan kellemes, ugyanúgy tudjuk minden napokban használni, mert ugyanaz az aksi is van benne, 3750 mA, tehát nem túl nagy egy 6,3 incses kijelzőhöz, de szerintem talán egy napig majd végbéja, a Huawei-nak elég jó, azért szerencsére Android 9 alatt itt, és hamarosan majd Android 10 alatt is az, hogy mértékeli, vagyis mérségesen majd tudjuk használni minden napokban itt a készléket, mert kikapcsol az olyan funkciókat, amik nem használunk egyfolytába, de ezeket mind majd be lehet állítani. Most angolra van állítva a készlék, persze a magyarra is át lehetne, csak én mindent szeretek angolul használni, mert nemzetközi gyerek vagyok, és látjátok, hogy szép gyorsan azért fut minden, az OLED kijelzőn a gombokat lent át lehet állítani gesztusokra, és hát különben láttátok már szerintem a EMUI felületet Huawei-tól, vagyis Honor-tól, ez itt eléggé standard. Menjünk bele röviden a kamerába, és látjátok már is, hogy itt van az egyszeres, amit 48-at ki tudunk választani, és hogyha megnyomom oldalt, akkor háromszoros lesz itt, itt meg kétszeres, azért, mert itt kétszeres helyett még van egy ötszeres is, vagy most fordít van a kezemben? Ja, fordít van a kezemben, így kéne, hogy legyen. Tehát inni, 5-ször és wide. Tehát van egy széles látószögünk, van egy sima kameránk, van egy 3-szor és 2-szeres kameránk, és a kettő után visszaugrik majd a széles látószögrét, meg még van egy 5-szörös zoomunk is, és erről röviden láthattok képeket is, tehát a széles látószögöt láthatjátok itt a kertben, aztán láthatjátok a sima fotót is, aztán meg a zoomot, a jobb oldalt, vagy mind a kettőnél kétszeres, meg háromszoros, és még egy ötszörös zoomot itt különbe vágtam nektek majd a Pro-val. Ha megfordítjuk az egészet, azt vagy itt a gombbal,
Láthatjuk, látjátok, hogy szépen dinamikusan változnak a színek, minden gyönyörűen néz ki. Selfit is lövök magamról, akkor látjátok, hogy azok hogy néznek ki. De ez most portré, és hogyha sima fotóra megyünk, akkor nem lesz mélységélesség, de a portrében én is inkább szoktam lőni, úgy kellemesebb általában minden. Az AI-t ki meg be lehet kapcsolni, ez szerintem teljesen jó dolog, de nem szükséges szerintem bekapcsolni, mert én szeretem a természetesebb színeket, az AI-nál meg mindig kicsit rájátszik a bőrünkre és minden másra is. Fordítsuk vissza, és ahogy említettem, azt csak az a gombbal lehet, gesztus itt nincs, de itt is még vannak további funkciók, amit majd különben mutatunk a tesztben, mert egyenlőre persze sok minden be lehetne állítani, ezek olyan dolgok, amiket mindegyik Huawei meg Honor telefonnál már látunk egy párszor, most éppen felbontásnál itt azért különböző, mert hagyj eljön már el. Na. Mert ennél széles látószögben vagyunk, és ha ide belemegyünk, akkor látjuk, hogy amúgy alapból ugyanazt lehet mindenhol beállítani. Tehát ennyi is volt itt a rövid kicsomagoló videó, remélem tanultatok valamit, és folytassuk egy kis outroval, ahol még mesélek egy kicsit. Tehát ennyi is volt a rövid Honor 20 és Honor 20 Pro-nak a kicsomagolója, hogy látjátok, eléggé hasonló a tartalom, de a készlékek is csak kívülről hasonlóak, belülről vannak kis különbségek, ami minden napokban lehet, hogy számít egy pár embereknek, mint hogyha játszotok, akkor persze a Pro az jobb, hogyha szép fotókat akartok lőni, de nem annyira fontos az, hogy legyen zoom, még széles látószög, még mindenféle más funkció is olyan mértékben, mint az egy Pro készlék tudja, akkor egy sima Honor 20 is teljesen elég. Vagy egyszerűen vesztek egy Honor 10-et, vagy egy View 20-at, vagy egy Honor Play-t. Van mindenféle más telefon, ami is az előző évben megjelent, arról mind láttok itt videót a Tech Videón, úgyhogy keressetek rá, vagy nézzétek meg a leírásban, amiket kiraktam, linkeket, hogy ott mirok hozzájuk, vagy akár egy teljesen másik készléket is választhatok, majd lesz egy nagy összehasonlító itt 2019-es mobiltelefonokról, elmondom, hogy szerintem melyik éri meg legjobban, talán 150 ezer forint alatt, 100 ezer forint alatt, meg melyik a legjobb modell ebben az évben, mert nem is fogjátok hinni, egy olyan gyártótól van, ami nincs is benne a világ több ott márkájában. Tehát ennyi volt a Tech Videó legközelebbig, remélem hamar fogtok megint új videót tőlem nézni, most már itt igyekszem gyorsan legyártani nektek őket, legközelebbig és sziasztok!